Ezennel kezdetét veszi a szerdai sztereó itt az otthon hangján a mikrofon mögött. Balog Feri, nagy szeretettel köszöntjük a minket Facebookon élőben, kísérőket, követőket, a 16 órakor kezdődő ismétlést hallgatóinak kellemes délutánt, És nagy szeretettel köszöntöm, boldog új évet kívánva itt van már stúdiónk vendége, Páncél Károly országgyűlési képviselő, az önkormány, a Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. Szerbusz, még egyszer jó reggel. Szerbusz, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mindazokat, akik Facebookon követik a rádióadást, és természetesen én is, miután idei évben így először találkozunk, boldog új évet kívánok mindenkinek, nagyon jó egészséget, talán ez a legfontosabb most. És hogy sikerült átlépni az új évbe? Kicsit beszéljünk itt a szilveszteri történésekről, nyilván aztán szép lassan az aktualitásokról, hisz január 1-én sem unatkozott, sem az országgyűlésen, pedig a képviselő úr. Igen, magam nevében arról tudok nyilatkozni, hogy hála a jó Istennek Kedves, kellemes családi körben tárta az áldott karácsony, mint ahogy az egyébként szerintem való is, hogy az ember ilyenkor a szerettei körében legyen. A szilveszter azért az csöndesebb volt, mint a régen megszokottak, hiszen mégiscsak itt van egy, egy járvány a fejünk fölött, és ahogy a tavalyi esztendőnket, vagy most már talán jó másfél évet beárnyékolt ez a járvány és ez a vírus, azért még úgy tűnik, hogy ez itt lesz velünk egy, egy ideig. És ez meg fogja határozni a mindennapi életünket. Én bízom azért a magyar virulógus szakemberekben, akik azt mondják, hogy ezek a legújabb variációk is, bár uh, gyorsan fertőznek, de kevésbé okoznak súlyos tüneteket, és a végén reméljük, hogy az idei esztendőben eljutunk oda, hogy tényleg csak egy ilyen náthás megfázásos tünetekig fog jutni ez a vírus. Továbbra is szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy mai tudásunk szerint egyetlen megoldás és ellenszer létezik, részben a közösségi eseményeken, vagy olyan helyeken, ahol nem tudunk távolságot tartani, ott a használat, illetve hát a védőoltások, és örömmel látja az ember egyébként azt, hogy hogy akár itt dabason a, a házi orvosoknál, a szakrendelőben, a környező települések házi orvosainál. Elkezdődtek ezek az oltási akciók, és minden héten megvannak azok a napok, amikor előzetes regisztráció nélkül lehet elmenni, fölvenni akár az első, a második vagy a harmadik emlékeztető ismétlő oltást. Ez a megoldás, úgyhogy oltakozzanak minél többen, vegyenek részt ezekben az akciókban. Adminisztrációban egyszerű, mert egész egyszerűen csak oda kell menni ezekre a megadott időpontokra. Köszönet az egészségügy ö, szakembereinek, orvosoknak, ápolóknak, akik, akik ebben a, az akcióban is részt vesznek és oltanak ez a megoldás, még ez itt van a fejünk fölött, úgyhogy vigyázzunk egymásra is, magunkra is. Legfontosabb kincsünk az egészségünk ebben az új esztendőben is. Ha már szóba került itt a vírus helyzet, nyilván nem tud szóba kerülni, hogy teljesen átszövi az életünket. Mit lehet most tudni? Nyilván a híradásokból azt lehet tudni, hogy fertőzőbb az omikron, mint a korábbi vírus variációk, de azt is elmondják a szakemberek, és nyilván én csak azt ismétlem, amit ők mondanak, hogy bár fertőzőbb, azért az oltottak jóval könnyedebb, könnyedebben átvészelik, kevesebben kerülnek kórházba, és ahogy te is mondtad, az egyetlen lehetőség az oltakozás, hogy, hogy kevesebb problémával átvészeljük. Igen, csak megerősíteni tudom, de hát ugye én magam sem vagyok orvos, sem járványszakértő, sem virulógus, bár elég sokat tanultunk ebben az elmúlt időben. Valóban ma az látszik, hogy hogy vannak arra is példák, hogy oltottak, sőt, háromszor oltottak is, elkapták a legújabb vírus, de igen enyhe, hál' Istennek, igen enyhe tünetekkel, és valóban ez a vírus könnyen fertőz, de úgy tűnik, hogy már nem a tüdőt támadja meg, mint az előző variánsok, és nem okoz olyan súlyos problémát, hanem inkább egy ilyen felső léguti, megbetegedéshez hasonlít, és úgy tűnik, hogy egyre inkább gyöngülnek ezek a különböző vírusmutások. Bár kétségtelen, hogy, hogy ilyen kvázi cseppfertőzés útján könnyebben fertőznek, de de mindenképpen az, az bizonyított, hogy a, a, az oltottak azért többé-kevésbé és elég jó százalékban védve vannak, és igen enyhe tünetekkel kerülik, kerülnek át a betegség, amíg mégis megfertőződnek. Még mielőtt nagyon belemegyünk az aktualitásokba, bár szerintem érinteni fogjuk ezzel, hát hatalmas nagy bulit hívsz össze április harmadikára. Bocsánat, hogy ezzel a felütéssel kezdem, hisz Áder János köztársasági elnök úr által kitűzött országgyűlési választás napja, hát nem a te születésnapod lesz. I igen, mondhatjuk egyébként, hogy véletlen egybeesés. Igazából egyébként ö, ö, magára a, a választások kit, kitűzésére egyébként, ugye, és erre az időpontra tulajdonképpen hónapok óta ö, számíthattunk, hiszen azt mindenki tudja, hogy az idei eszendőben országgyűlési választásokra kerül sor, és egyébként ez a, az április 3 húsvét előtti időszak van, tehát ott, ha a naptári emlékeim nem csalnak, akkor rá két hétre húsvét lesz. És a törvény adta időhatárokon belül ez valóban az egyik legkorábbi időpont, de tulajdonképpen erre számítottunk. Az már egy szerencsés véletlen, hogy egyébként bizonyára többeknek van április 3-án születésnapja, és az enyém is. Igen, és tegnap egy ilyen vicces poszban, miután megtudtuk akkor. Ugye föl, föl, tehát nagy sikert aratott egyébként, hogy, hogy nagy, nagy, nagy buri lesz, reméljük jó vége lesz a dolognak. Még egy ilyen privát családi megjegyzés ebben az ügyben, hogy és minő véletlen a lányom születésnapja is ezen a, a napon van, az igazán nagy öröm és nagy boldogság. Egyébként onnantól kezdve, hogy ő van nekünk, és ő megszületett, az én születésnapom a családon belül már, már sokkal kevésbé érdekes. El. Így. Ez, ez, így természetes valahol. Na de akkor vágjunk is bele, és hál' Istennek nagyon sok jó hírről beszéltünk már tavaly is a Magyar Falu program kapcsán, ami január harmadikán újraindul. Mit lehet erről tudni, illetve ö, nyilván többen érdeklődnek, keresnek téged is egyeztetés céljából, hogy a különböző településeken mit látsz, mi az, ami ebből fog megvalósulni? Igen, azt tudni kell erről, hogy ez ugye az 5000 fő alatti kis telep kisebb településeket érinti. Ilyen ebben a választókerületben 7 ilyen településünk van, és nagyon nagy sikerű ez a pályázat. A, ez most már a negyedik kiírás, 2019-ben kezdtük el a Magyar Falu programot, hogy célzottan a kis településekre irányuljanak források. Nem feltétlenül hatalmas összegek ezek, de, de ott helyben ezek látványosak, és mind olyan dolog, ami a helyiek életét megkönnyíti, és ott nagyon-nagyon fontos. Szépen kialakult már a rendszere, megvannak azok a pályázati kategóriák, amelyek most is megjelentek. Január 3-tól lehetett ezeket beadni, feltölteni és különböző kategóriákban, általában február elején, február 3-a, 5-e, 12-e, így alakulnak a beadás határidői. A, a megpályázható területek ugyanazok, amelyek az elmúlt évben jó beváltak. Tehát vannak az önkormányzati ingatlanok, épületek, faluházak, óvodák, bölcsödéknek e a fejlesztése, felújítása. E nagyon népszerű kategória volt az elmúlt években az óvodai udvaroknak, a fejlesztése, de jutott pénz temetőknek a felújítására. Fontos a helyi kultúra közösségi élet, tehát akár egyházi közösségi tér, vagy az önkormányzat által gondozott közösségi tereknek a fejlesztése, felújítása, és ugyanúgy ott vannak a közterületi eszközök, a falubusz ö, ö, pályázati kategória, ö, Út és járdaépítés, tehát csupa-csupa olyan dolog, amire egy faluban szükség van. A külön szeretném kiemelni a, a programnál azt, hogy, hogy szeretik az önkormányzatok, mert tiszta, világos és viszonylag egyszerű a pályázat beadása, és ami nagyon fontos, hogy nagyon rövid idő alatt elbírálják ezeket a pályázatokat, tehát nem fél éveket kell erre várni. Nagyon hamar elbírálják, és amikor a döntés megvan, akkor gyakorlatilag egy-két héten belül finanszírozási szerződést kötnek a, az érintett önkormányzattal, egyházzal, és, és ott előre utalnak is, tehát nem egy utólagos elszámolás van, ez nagyon megkönnyíti egyébként a kis településeknek az életét, ez az előfinanszírozás, és hát az elmúlt években rendkívül sok hasznos és kedves és kellemes dolgot tudtunk átadni ott a helyi közösségeknek az erősítésére és a népesség megtartó képesség javítására. Kicsit maradjunk a Magyar Falu programnál, csak a már lezajlottaknál, tehát ahogy te is mondtad, ezek most a napokban, hetekben kerülnek beadásra, és elég tág, többé-kevésbé ugyanaz, mint a múltkori pályázati lehetőségben is a területek, és nyilván innentől kezdve azért szabad kapat, kezet kapnak a pályázók, az önkormányzatok. De ami már biztos, hiszen megérkeztek ezek a megpályázott eszközök, járművek, így például Kakucsra is érkezett, illetőleg Inárcsra is. Milyen eszközökről van szó? Igen, a, ezek még ugye a tavalyi pályázatok voltak, hát kakucson a polgárőrök e, tudtak vásárolni egy új polgárőr autót, e, egy, egy, hát nem is tudom, hogy a típus szabad-e bemondani, egy ilyen kicsit terepjáros Suzuki Vitara, minden, mindennel felszerelt e, remek személyautó, amivel ők fognak ellátni, járőrszolgálatot, és tudják ellátni a feladatukat. Minden település életében nagyon fontos ugye a biztonság, a biztonság érzet, és nagyon-nagyon hálás köszönet egyébként azoknak a polgárőröknek, akik ilyen szolgálatot, ügyeletet vállalnak. Ők a leggyorsabban mobilizálható, elérhető emberek helyben bármilyen bareset, tűzeset, káreset történik, és nagyon kiváló minden településen a kapcsolatuk egyébként egyébként a rendőrséggel, vagy éppen a hivatásos tűzoltókkal, úgyhogy rendkívül fontos szerepet játszanak minden település életében, és köszönhet nekik, hogy szabadidejüket és sokszor anyagiakat is föláldozva ők szolgálják a helyeket. No, A kakucsiak kaptak egy prima új autót, amivel tudják végezni a feladatukat. Egyébként, amikor az átadás történt, fontos arról beszélni, hogy ők maguk is elmondták, hogy Hál' Istennek a bűneseteknek a száma rendkívüli mértékben lecsökkent. Alig-alig van ilyen esemény például Kakucson, aminél leginkább részt szoktak venni az egy-egy közlekedési balesetnél, az útvonarnak a lezárása, a forgalomnak a, a terelése, de hát a, itt is fontos, hogy időben gyorsan megkülönböztető jelzéssel odaérjenek, tehát ezt a célt fogja szolgálni ez az autó. A másik pedig az inácsi pocok, a pocok becenevet kapta egy gyönyörű 17 személyes kisbusz, ami valóban impozáns, a napokban adtuk át tulajdonképpen, és hát a, a, aki ott birtokba vette a, a, településen a sofőr, az ugye napok óta tanulmányozza, hogy mi, micsoda remek funkciókat tud ez ellátni, mennyire kényelmes, hol, milyen visszajelzők vannak, egy, egy rendkívül modern, strapabíró jó autó, a, a, ennek a feladata az lesz, hogy a, a külterületen, a központtól távol élő e, óvodásokat, iskolásokat fogja szállítani a, a település központjában lévő intézményekhez, illetve ellátja azokat, a, 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 akik szintén a külterületen akár ezt kérik, tehát időseket bevinni az egészségügyi intézménybe, gyógyszertárba. Tehát valóban ez is a közösséget fogja szolgálni. Időben érkezett, az előző busz az már 10, 17 éves, úgyhogy utolsó üzemóráit élte, úgyhogy ott is nagyon nagy az öröm, és, és valóban ez is egy hasznos lesz. No hát, ilyen, ilyen célokat szolgál többek között a magyar falu program. Hallgatói kérés, kérdések érkeztek. Az egyik arra irányul, hogy hogyan alakul, milyen fázisában van most a Dabasi szennyvíztisztító telep, és bár a témák között felsoroltam, de hallgatunk is arra kíváncsi, hogy itt hát ő már három települést összekötő biciklis útra gondol, egyelőre még csak az a biztos, hogy Dabas és Újhartyán között már biztosan történik valami. Igen, akkor kezdjük az utóbbival, erről tavalyi évben megszületett a döntés, és uh, ott uh, Eldölt a konkrét finanszírozás is, hiszen ö, több millió forintos támogatást kapott részben Újhartján, részben pedig Dabas a két települést összekötő kerékpárútnak a megépítésére. Ez ö, elsősorban egy gazdasági jellegű ö, összekötő közlekedési lehetőség lesz a két település között, hiszen a két település között, Dabas területén főleg több ö, nagy létszámot foglalkoztató üzemvállalkozás cég található. Ezeknek a megközelítését könnyíti meg ez az út. A nem akarom lerúgni magamról a felelősséget. A tervek szerint egyébként a, a labda most ott pattog a két önkormányzatnál, hiszen a, a kész kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, és a ehhez kapcsolódó szabályzási terveknek, település szerkezeti terveknek a módosítása, hiszen itt több esetben egyébként. Magántulajdont is tud érinteni ez a, a mai főút, a mai út, kö, tehát közút mellett elhelyezkedő kerékpárút, ahol kisajátításokról is gondoskodni kell, tehát ott gyakorlatilag meg kell venni ehhez fölterületeket. Ez, Tehát a, a konkrét előkészítése zajlik. Reményeink szerint ez egyébként az idei esztendőben maga a kivitelezés el tud kezdődni, és egy igen látványos lesz. Mind a két településen dolgoznak ezen. A másik ugye a szennyvíztelep, ahol számos jogos kritika érte már a szennyvízkezelőt itt a dabasiaktól, különösen azoktól, akik ott a, a városrésznek azon közeli részén laknak. Régen megszületett már arra Dabason is az elképzelés, hogy ezt a szennyvíz Teleped, gyakorlatilag át kell helyezni, át kellene helyezni a lakott területektől távolabb eső részre, az ötös főútnak a, a másik, a úgymond keleti oldalára, és erről döntött tavaly a magyar kormány, hogy a tervezéshez Dabas 320 millió forintos támogatást kap, és a az év végén született még egy döntés, szintén a magyar közönyben már megjelent, hogy mind az Ócsai és mind a Dabasi, mert mind a két helyen hasonló feladatra kapott pénzt az önkormányzat, és ugyan az a feladat bővíteni, áthelyezni a szennyvíztelepet, bővíteni a csatornahálózatot, és ez kiemelt, kiemelt beruházásként működik a jövőben. Erről azt kell tudni, hogy a kiemelt beruházásoknál a sok-sok hatósági ügyintézésnek sokkal rövidebb a határideje és egyszerűbb, tehát a, gyakorlatilag a tervezése a dolognak a céregyenesbe fordult. Ha megvannak a tervek, akkor lehet látni, hogy egy ilyen mű egy ilyen beruházás mibe kerül, és nyilvánvaló akkor tud dönteni a kormány arról, hogy akkor hány milliárd, mert itt milliárdos tételekről beszélünk, hány milliárd forintot ö, fog erre kapni a, a, a város, hogy ez a, ez a mű, ez elkészüljön és valóban, megszűnjön itt az a, az a szakhatás, ami van, ö, hiszen egyébként a város növekszik. Rengeteg új vállalkozás is van, nagy vízfelhasználók is, nagy csatorna csatornahasználók, és egész egyszerűen ez a régi szennyvíztelep, ez, ez a tisztító, ez már ezt nem bírja el, ezért van erre szükség. De ebben az évben szerintem minden terv meg lesz, fogjuk látni azt, hogy mi bekerül és elkezdődhet a kivitelezés. Egyébként a közelünkben zajlik egy ilyen beruházás, Bugyi községben, ott gőzerővel halad a, a, a bugyi dabassári összekötő út mentén bugyi közelében egy új szennyvíztelepnek az építése. Vissza a kerékpárutakhoz, nem csak itt Dabas és Újhartánt összekötő kerékpárút fejlesztésről, vagy új hálózat építéséről van szó, hanem már meglévőek is, illetve Ráckevén is alakult egy ilyen beruházás. Igen, a tavalyi esztendőben kapott Ráckeve 135 millió forintot egy kerékpárút építésére, benne a város belterületén, tulajdonképpen a belvárosban. A a, a, belváros és a hév állomás közötti részről van itt szó. Ez egy uh, nagyforgalmú útszakasz, összeköti egyébként a hidat, a gimnáziumot, a centrumot a hév egy ottani buszfordulóval, és uh, ott a gimnázium és a hév a közötti szakaszra készült el egy kerékpárút, amit itt decemberben át, át tudtunk adni, és hát egy biztonságos uh, közlekedést tesz ott uh, lehetővé. Nem csak gimnazisták, hanem a tömegközlekedést igénybe vevők is. Ez már remélem egyébként azt is ki fogja szolgálni, mert jó úton haladunk, mert a, a Budapest Fejlesztési Központ koordinálásában javában zajlik a hévvonal felújításának a tervezése is, tehát ott pár éven belül egy felújított hévvonal nyilvánvalóan még több utast fog ö, szolgálni, és többen veszik igénybe, az ottani megközelítés szolgálja ez a kerékpárút. Nyilván én sem akarom máshogy tálalni a kérdést, mint ahogy a kedves hallgató, három településről beszélt, és nyilván nem véletlenül. Dr. Kendéné Toma Máriával már beszéltünk, ott volt egy sajnos meghiúsult kezdeményezés Kakucs és Újhartyán közötti kerékpárútra, és nyilván akik itt a környékben élünk, nagyon jól tudjuk, hogy fantasztikus lehetőség lenne, ha nem is három település, hanem mindjárt egy gyűrűben, akár még Inárcsot is felfűzni, egy ilyen kör kerékpárútra nevezzük így. Ennek lehetőségéről, illetőleg racionalitásáról tudunk beszélni? Tudunk róla beszélni egy kicsit, ö, ugye ez nem, talán nem a holnapot fogja érinteni, hanem a holnap után, de a napokban kerül sor például egy egyeztetésre a, a környék polgármesterei és a Budapest fejlesztési központ között. Budapest-Lajos Mize-Kecskemét vasútvonal ügyben. A tervezés elérkezett abba a fázisba, hogy felső pakonytól Kecskemétig az érintett polgármesterek egy, egy egyeztetésre vannak meghívva. Nyilvánvaló itt az egyeztetés azt szolgálja, hogy no akkor pályaudvarok, vasúti várok, épületek, vasútállomások felújítása, a hozzá kapcsolódó P parkolók, buszfordulók, a, a, a vágány felújítás után a vasúti átjáróknak a felújítása, biztosítani a gyal, biztonságos gyalogos átkelést is, Ezeket egyezteti a Budapest Fejlesztési Központ Ócsával, Inácsal, Dabassal és a többi érintett település polgármesterével. De ezt azért mondom el kerékpárút kapcsán, mert egy, egy felújított vasútvonal, ahol, ahol 21. századi modern vasúti kocsikban gyorsan lehet közlekedni, és ö, Dabasról mondjuk fél óránként, Ócsáról csúcsidőben negyed óránként induló vonatok vannak, akkor különösen itt Dabas környékén érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen gyűrűt ö, fűzünk fel a vasúti közlekedésre, Dabas, Dabas központ, vasútállomás, Újhartyán, Kakucs, Inárcs, ö, Besnyő, Dabassári, és itt lehet gondolkodni kerékpárútban, és lehet gondolkodni például volánban is, vagy valamiféle buszjáratban, amivel végre be tudnánk kapcsolni egyébként jól a vasútállomásokat, az okmányirodát, a gimnáziumot, a szakrendelőt, és sorolhatnám azokat az intézményeket, és ugye azokat a településeket, akik ezt igénybe veszik. Tehát egy ilyen gyűrűnek, egy dabas hartyán kakucs inács gyűrűnek mindenféleképpen szerepel lesz a jövőben, kerékpár útban is, Buszközlekedésben is, vonatra való rákapcsolódásban is, és akkor remélem, hogy egyébként minden intézmény elérhető lesz, és nem kell az autóban, dugóban ülnünk a budapesti bevezető utakon. Tehát képviselő úr egy kis türelemre int minket, nyilván itt folynak most a vasúti beruházás kapcsán az egyeztetések BKK, és nyilván olyan mértékben alakítja át a közlekedésünket, hogy érdemes ezt kivárva, aztán nagyobb távlatokban vagy nagyobb tervekben gondolkodni. Így van, így van. És visszahoznám ezt a, ezt a születésnapi dátumot, ezt az április 3 hisz túl azon, hogy országgyűlési választásokat írt ki Áder János, most már tudni lehet, hogy egy időben, ugye még tavaly az országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, hogy lehessen országgyűlési választásokkal egy időben népszavazást is kezdeményezni, illetve kiírni, ez is ezen a napon, ebben a dátumban lesz. Igen, uh, hát túl azon az el nem hanyagolható tényen, hogy aznap van a születésnapom, ezen valóban lépjünk túl, nézzük egy kicsit a komolyabb oldalát is. Uh, valóban, tehát április harmadikán vasárnap, mint ahogy az egyébként uh, törvényeinkben benne van és megszokott, tehát vasárnap lesz az országgyűlési választás. Uh, annyiban nem megszokott, hogy ugye a jelenlegi választójogi törvények és választási törvények lehetővé teszik azt, hogy egy időben népszavazás is tartható legyen. Talán tavaly év végén egy adásban ezt, ezt a témát ki is veséztük, a gyermekvédelmi népszavazásról van szó, ami szintén ugyanazon a napon lesz négy kérdésben, és elsősorban ugye a gyermekeink védelméről szól valóban ezek a kérdések is, és a, a gyermekek nevelését elsősorban ugye a családra bízza. Ezekben a kérdésekben várjuk majd a választóknak, szavazó polgároknak a véleményét. Hivatalosan egyébként a kampány az nem is az államfői bejelentéssel kezdődik, hanem a választás megelőző 50. napon. Ennek az időpontja ez február 12. Tehát február 12-én kezdődik meg egyébként a, a választásra beregisztrált bejelentkezett jelölteknek az ajánló gyűjtése. Ez a kampánynak a hivatalos kezdete. Mi azért a politikában szoktuk azt mondani, hogy lemegy a választás, és másnaptól már indul a következő kampány. Az is látszik, hogy már az ősz is kampánya politikai mozgással telt el, most a napjaink is, de a hivatalos választásokat megelőző kampány az február 12-ével veszi kezdetét, akkor lesz idejük arra, a jelölteknek, hogy a szükséges számú ajánlásokat összeszedjék, a pártok, hogy listákat állítsanak, azokat hivatalosan bejelentsék, és akkor április harmadikán sor kerül a választásokra. Ugye ilyenkor az ember mindig buzdít mindenkit arra, hogy kérem szépen ez a demokráciának az ünnepe, vegyenek többen, minél többen részt ezen, egyébként magas részvételre lehet ma számítani, és ö, vélhetően egyébként érvényes és eredményes lesz a népszavazásnak a, az ügye is, ö, amiben mondom még egyszer négy kérdésben ö, várjuk majd a válaszokat, tehát haj, hajrá előre április 3 érvényes, érvényes, érvényes és eredményes, akkor kicsit beszéljünk a népszavazásról itt, ugye akkor lesz érvényes és eredményes, ha? Akkor lesz érvényes, hogyha a választók legalább 50%-a részt vesz ezen, Miután ma minden uh, prognózis azt mutatja, hogy a, az országgyűlési választáson való részvétel uh, közelebb lesz a 70%-hoz, uh, mint mondjuk a 60%-hoz. Ezért vélhetően sokan el fognak menni. Ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy érvényes lesz, az eredményessége pedig arról fog szólni, hogy a résztvevők több mint fele egy-egy kérdésben, egy irányban tudott el dönteni. Ugye 50 plusz 1 százalékban legalább egy adott kérdésben. Akkor az egy döntő népszavazás. Itt ugye tudni kell erről, hogy ezt a mi gyermekvédelmi törvényünket, ezt azért Brüsszelben elérhetjük erősen megtámadták. Mi továbbra is kitartunk amellett, hogy egyébként köznevelési intézményekben a, a, nincs ott a helye annak a, a, a különböző szexuális orientációknak a érzékenyítéséről. Ez hagyjuk meg a családoknál a nevelésnek ezt a területét. A honatják egyébként, amikor a törvényt módosították, mi szerint országgyűlési választással egy időben lehet népszavazást is kezdeményezni vagy kiírni, miért legelték azt, hogy egyre kisebb jelenléttel mentek el döntést, döntésüket megtenni a választópolgárok? Hát az utóbbi 32 esztendőben, tehát a rendszerváltás óta nem túl sok érvényes és eredményes népszavazás volt, ha emlékeim nem csalnak, akkor ilyen volt például az a szociális népszavazás, amit a Fidesz kezdeményezett, amiben például a vizitdi eltörléséről döntöttünk, illetve még ott a rendszerváltás utáni ö, időszakban volt egy ö, szintén négy kérdéses népszavazás, ami ott ö, munkásőrség felosztatásáról, a köztársasági elnök megválasztásának mikéntjéről döntött. Ö, ezek, ezek voltak a, az érvényes, ö, eredményes népszavazások. Volt a Fidesznek más kezdeményezése is a határvédelemről, ahol egyébként ö, ö, közel három millióan ö, igennel szavaztak és elmentek. Ez nem érte el. A, a, az 50 ot de mindenféleképpen egyébként egy fontos iránymutató volt az ügyben, hogy aki viszont elment, közel 3 millió ember, az azt mondta, hogy egyébként a határvédelmet, a határőrizetet fönn kell tartani, az illegális migrációra gátat kell szabni, de nem volt éppen, éppen nem volt érvényes. De így, hogy ugye egy így valószínű, így van, így valószínű, hogy ez, ez az lesz. Nyilván nem tudunk és nem is akarunk elmenni amellett a tény mellett, hogy 79 éve történt a Doni katasztrófa a következőkben. Erről nem is tudom, mint, mint volt történelem tanárt kérdeznélek leginkább. Neked ez mit jelent? De eleve a, a 20. század a, a, a rengeteg borzalmat hozott. Valamikor ott a 19. század végén, 20. század elején, emlékezünk csak vissza az első világháború előtti időszakra, még a szörényieknek is volt egy számuk, ugye az utolsó előtti előtti év viszonylag nyugodtan telt, és Edison felfedezte ugye a fonográfot, és valóban azok a békés, fejlődő évek, és az emberek azt várták, hogy, hogy, hogy rengeteg technikai újítás jön az emberek életében. Olyan változások, amelyekre előző az emberiség előző történelmében több évszázadra volt szükség, az itt évek alatt lebonyolódik, tehát hogy egy csodálatos új világ kezdődik, a modernizációval, a technikai fejlődéssel, az egészségügy fejlődésével, a legtöbb országban kialakult a, a nyugdíjrendszer, túl vagyunk, akkor már mindenféle ipari forradalmon, és ehhez képest egyébként a 20. század mennyi borzalmat hozott. Mi magyarok aztán tudnánk erről beszélni. Az első világháborúnak ugye a 600 ezres katonai áldozata, ne, nem beszélve arról a szegénységről, nyomorról, amit hozott, majd Trianon, és Trianonnak a sok-sok hatása és például hatása, következménye a második világháború is, abban való részvételünk, és annak egyik mélypontja ugye a második magyar hadseregnek a szinte teljes pusztulása a, a, a távoli Oroszországban, a, a, a Dom Erre emlékezünk ilyenkor januárban, mint ahogy egyébként most ezen a héten pénteken, itt Dabason is, nem pont a Doni áttörés napján, de a megszokott helyen, a második világháborús áldozatok emlékművénél, ahol nem csak a katonai áldozatok előtt és emlékük előtt tudunk fejet hajtani, hanem a polgári áldozatok, a, az elhurkolt, az elhurcolt ö, 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 holokauszt áldozatok előtt is, tehát általában a második világháborús áldozatokra is ö, tudunk itt ennél az emlékműnél emlékezni, de hát ilyenkor január 12-hez valóban egyébként a a szomorú emlékezés napja, a Doni katasztrófa. Sok-sok tízezer magyar fiatal embernek a, a halálát okozta, aztán ne beszéljünk még azokról, ugye, akik fogságba estek. Sok mindent tudunk ehhez kapcsolni, még sajnos. Aztán később ugye ott a, a Málenki-robotot, sok borzalmat hozott, felkvidéki kitelepítéseket, magyarországi sváboknak gyakorlatilag az elüldözését, kitelepítését, tehát egy szomorú időszak, reméljük, hogy Európa le tud zárni most már egy ilyen szörnyű és szomorú 20. századot. Leginkább a fiataloknak, akik talán, talán ezt még nem tudják annyira felfogni sem, hogy a 200 ezer fősnyi magyar hadseregből, amiből nyilván a harcra kész, és nem feltétlenül az utánpótlás és egyéb ellátásokra kivezényelt 30-35 ezer katona, mellett összességében 126 ezer, legalábbis a mai tudásunk szerint közel 126 ezeren vesztek oda, tehát... Igen, döbbenetes, ez... döbbenetes szám, uh, gyakorlatilag ugye, és Magyarország férfi lakosságának egy jelentős részéről beszélünk, szörnyű áldozatot hozott uh, Magyarország is sok más országhoz képest, uh, felesleges és értelmetlen uh, pusztulást okozott ez sokaknak, és sok tragédiát nehéz innen tovább menni, de említettem már neked, hogy nyilván kitérnénk majd erre, erre, az emléknapra, erre a, erre a katasztrófára, és akkor nyilván innen egy kicsit nehéz, és megvan adva a feladat, de mégis valami fajta pozitív végkicsengése legyen a beszélgetésünknek. Hát január 12-én azért lassan-lassan minden háztartásba, vagy minden kapunál a csengő megnyomásra kerül, legalábbis a postás érkezik. Igen, és most egy jelentős változás történt a, a, nyugdíjak ügyében, hiszen tavaly abban is döntés született, hogy figyelembe véve az inflációs adatokat láttuk, hogy ö, hogy szabadultak el például az energiaárak, és annak aztán mindenféle következménye megjelölt a, a, lehető legtöbb termékben, hiszen maga a szállítás is drágábbá vált. Tehát van itt egy emelkedő infláció, és ezt figyelj Vigyelembe véve egyébként a magyar kormány döntött arról, hogy akkor 5%-os nyugdíj emelés lesz január 1-től. Ugye ez már korrekció, mert nem erről volt szó, és akkor ezt megemelték? Novemberben már történt az előző időszaknak egy korrekciója, és akkor történt egy nyugdíjprémium kifizetés is és most ez már a, a, a korrigált ö, ö, tavaly őszi emelésre jön, még 5% most január 1-től, és ugye a január 12-től kezdődnek meg ennek az átutalásai, tehát akinek bankszámlára érkezik, annak most a napokban megérkezik a már emelt nyugdíja, ez mindenkinek 5%-os emelés, akinél meg a postás csenget, a, az pedig a helyben megszokott módon ö, akár január utolsó napjaig terjedő időszakban ö, kézbesíti a postás. Fontos tudni erről azt egyébként, hogy februárban pedig egy 13. havi ö, nyugdíj ö, érkezik ö, minden nyugdíjellátásban részesülőnek, ez, ez közel 2,5 és ember egyébként és az a nyugdíj, az a, az a 13. havi nyugdíj, amit most sikerült visszaállítanunk, az is tartalmazza már ezt az 5%-os. Tehát ott a plusz egy havi az mindenféle emeléssel együtt értendő februárban. Ha már ez az 5%-os emelés, ami most lép életbe, vagy most lesz érzékelhető, van pár dolog, ami még szintén így januárban élesedik. Igen, januárban élesedik, akkor most az idősekről térjünk át a fiatalokra. Most január 1 egyébként a világon szinte egyedülálló módon egy olyan adócsökkentésbe kezdtünk bele, ami a 25 év alatti fiatalokat érinti. Azokat, akik dolgoznak, gyakorlatilag személyi jövedelemadó mentességet kapnak, ugyan a törvény úgy szól, hogy az átlag bér, ami ugye most 400 ezer forintnál van, az átlag bér mértékéig. De ez egyébként azt jelenti, hogy bértől függően Havi 30-40 ezer forint ott marad a dolgozó fiatal zsebében. Sokan ugyan a korosztályból tanulnak, de ha ha a tanulás mellett dolgoznak, ha diák munkát végeznek, ez arra is érvényes, és nagyon sokan vannak azért, akik, akik szakmát tanultak, és már a 20-as éveik elején elkezdenek dolgozni, őnekik ez egy egyértelmű nagy jövedelem emelkedés, évente lehet ez akár félmillió forint is, ami ott marad a zsebében, tud vele takarékoskodni, tud tervezni vele. Azért mondom, hogy a világon szinte egyedül álló, mert hasonló csak Lengyelországban működik. Én szerintem vonzóvá teszi a munkavilágát a fiatalok számára, és az életkezdésükben egy nagyon nagy segítséget fog nyújtani. Ugye a monetáris politika, a jegybank politikája, itt az infláció megfékezése, ez mind-mind kihívás elé állítja a gazdaságpolitikát, de azért erre is vannak lehetőségek, illetőleg lépések, amelyeket megtettetek. Így van, a, még a jegybank előtt, ugye. A kormánynak időnként gyorsan kell reagálni. Ilyen volt például az üzemanyagáraknak a maximálása, amit ott 480 forintban határozott meg a, a kormány. Tehát vannak olyan dolgok, hogy ha a nemzetközi gazdasági világban elszabadulnak például az energiaárak, akkor valami fékeket be lehet tolni. A másik viszont visszatérve a jegybankra, Ugye emelkedett az infláció, növekedtek az árak, nyilvánvalóan a bankok is mihez kezdtek? Elkezdték emelni a kamatokat. Ezt azoknál a kölcsönügyleteknél tudták megtenni, ahol változó kamatra kötöttek szerződést. Ezek nevezzük akkor nevén a változó kamatú jelzálok hitelekről van szó, ahol a, a bank elkezdte szépen emelgetni a kamatot. A kormánynak itt is lépnie kellett, és decemberben született erről egy döntés. Az október, a tavalyi, tehát a 2021. október 27-ei szinten fagyasztotta be a kamatokat a kormány. Ez egyébként a, a, a Adósok szempontjából ez 30 milliárd forintot jelent az elkövetkezendő időszakban. Ez most egyenlőre június 30-ig tart. Tehát az első fél évben a, 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 a az október 27-i kamatszint van rögzítve, és ez start most június 30-ig, tehát nem lehet uh, tovább kamatot emelni, a tavaly késő szint van ez rögzítve. Még egyszer mondom, országos szinten 30 milliárd forintot jelent, ezt ennyit nem kell befizetni most uh, a, a bankoknak. Június 30-ától pedig meglátjuk, lehet, hogy ez a kamatemelés és maga az infláció megáll, lehet, hogy nem is fognak a bankok ott újabb emelést kerjeszteni. Ott el kell dönteni, hogy ez a kamat stop ami most életbe lépett, ez maradjon, meghosszabbodjon, vagy nincs rá szükség, mert, mert nem lesz további kamatemelés. Ez nem vonatkozik egyébként azokra, akik fix kamatozásra kötöttek szerződést ő náluk az rögzítve van egy bizonyos szín. Én azt gondolom, ez is nagy segítség sok-sok családnak. Páncél Károly országülési képviselő úrnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tehát ezzel, erre visszatérünk majd nyilván, hogy éppen akkor mi a helyzet, mint ahogy beszámolunk majd róla, hogy a februári kiírású Magyar Falu programban milyen pályázatokat sikerült beadni a környező településeknek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én elég. is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.